Van, példának okáért a Római Klub. Ez egy olyan rangos nemzetközi társaság, amely a világ minden tájáról tömörít neves szakembereket és több mint 30 helyi szövetséget. Földünk sorsa, a világgazdaság és társadalom, a nemzetközi pénzügyek, a környezetvédelem, múltunk, jelenünk és legfőképpen jövünk az önkéntes kutatások és tanulmányok tárgya. Szakértők, kutatók, tudósok, neves emberek, világhírű Nobel-díjasok álltak össze, hogy elemzéseket és értékeléseket készítsenek az emberiség helyzetének javításáért, és választási lehetőségeket, utakat, kiutat mutassanak a közös boldogsághoz, boldoguláshoz. A Római Klub brüsszeli székhelyű európai szervezetének jelentése pár készült, és tavaly nálunk is megjelent pénz és fenntarthatóság, a hiányzó láncszem címmel. Négy híres szerzője közül Bernár Lietár belga közgazdász, az első európai közös pénz, az ékű atya, az utóbbi időben az alternatív helyi közösségi pénzek híve, annak idején a világpanorámát is megtisztelte, vendégen volt itt a műsorban. A Lietár vezetésével készült nagyszerű közös tanulmány megmutatja, hol is tart világunk nem összeesküvés elméletekben, hanem a nagyon is valós, véres összeesküvés gyakorlatban. Ifjúkori olvasmányainkból talán még emlékszünk az ókori példára, amidőn egy hatalmas uralkodó hálából a nekitett szolgálatért fölkinálta vendégének, bármit kérhet tőle, minden kívánságát teljesíti. A jutalmazott azt kérte, hogy egy saktábla első kockájára tegyenek egy szemgabonát a másodikra két szemet, és minden következő kockára az előző kockán lévő gabona dupláját. És ahány gabona lesz összesen a táblán, annyi jutalmat kér magának. Az uralkodó elcsodálkozott, hogy ilyen kevéssel is beéri. Azonban amikor végig számolták, hogy összesen hány gabona szem kerülne a táblára, kiderült, hogy a világon nincs ennyi gabona. Nos, a Római Klub Európai Szervezetének hivatalos jelentése is tartalmaz egy ilyen példát. Ha Julius Cézár, a római birodalom uralkodója, Krisztus születése előtt 52-ben, vagyis több mint két évezreddel ezelőtt Gallia meghódításához kölcsönvesz egyetlen centet egy banktól, 4 os kamatos kamatra, a kamat teljes összege mára körülbelül 2000 darab a földbolygóval azonos súlyú aranygömb értékének megfelelő nagyságúra növekedett volna. A kamatos kamatok hihetetlen, de nagyon is hihető emelkedése folytán. Nem csak az adós rokkam bele, de hosszú távon a hitelező bank, sőt az egész a kamatos kamatot lehetővé tevő pénzrendszer. A csőd elkerülhetetlen, adósnak és hitelezőnek egyaránt. Mert ilyen összegeket képtelenség visszafizetni, törleszteni kiegyenlítő, ellensúlyozó erők nélkül a kamatjövedelem növekedése hosszú távon számtani lehetetlenség állapítja meg a Római Klub Európai Szervezetének jelentése. És a banki adósság kamat tulajdonsága miatt, különösen pedig a kamatos kamat következtében a jelenlegi pénzügyi rendszer egy felelőtlen, kötelező jellegű növekedési pályára hajszolja a gazdaságokat. A jelentés idézi Nigéria elnökének nyilatkozatát az egyik G8-as csúcs után. Idézem. 1985-86-ig 5 milliárd dollár hitelt vettünk fel. Eddig visszafizettünk vagy 16 milliárd dollárt. Ennek ellenére még mintegy 28 milliárd dollárral tartozunk a külföldi hitelezők kamatos kamatai miatt. A nyugat és intézményei által látszat támogatás segély címén a fejlődő országoknak juttatott minden egyes dollárjára 13 dollár adósságtörlesztés jut. Vagyis a nyomorultak 13-szor annyit kénytelenek visszaadni, mint amennyit támogatásul segélyként kapnak. Mint a Római Klub jelentése leszögezi, a világ 60 legszegényebb állama az elmúlt három évtized során összesen 540 milliárd dollár nemzetközi hitelt vett föl. A jelentés időpontjáig 550 milliárdot fizetett ki tőke és kamatok formájában, de még mindig maradt 523 milliárd dollárnyi törlesztendő adóssága. Ismerős helyzet, számarány nekünk és a deviza hiteleseknek. A nigériaiakhoz és más szerencsétlen országokhoz képest semmivel nem jobb a mi helyzetünk. Pedig Európában vagyunk, a nyugat részeként, az Euróatlanti Birodalomban, EU és NATO tagok. Ezen közben a világ még legerősebb gazdasága és pénzügyi uralkodója, az amerikai Egyesült Államok többet fogyaszt, mint amennyit termel, termeltet. Hiánya, adóssága rég meghaladja gazdasági teljesítményét, bruttó hazai termékét. Az ingatlan és más lufi, a mesterségesen gerjesztett fogyasztás, a hitelre vásárlás, építkezés, valamint a tőzsdei és egyéb csalások, csibészségek kipukkanása az adósokat sújtotta. De nem ám a spekulánsokat, feketézőket, bankokat, biztosítókat, pénzintézeteket. A római klub jelentése megállapítja, a 2007-2008-as válság teljes pénzügyi költsége soha nem látott méreteket öltött. Közel 15 ezer milliárd amerikai dollárt költöttek a válságot kirobbantók megmentésére, közpénzből, állami hitelekből. Hogy ez a majdnem 15 ezer milliárd dollár mekkora összeg, mutatja, 2007-ben az USA teljes GDP-je 16 ezer milliárd volt vagyis a globális válságot okozó hanyagság, csalás, visszaélés sorozat elkövetőinek megmentése a washingtoni kormányzat által kevés hián annyiba került, mint amennyi az Egyesült Államok egy esztendei bruttó hazai terméke. A Bloomberg pénzügyi elemzéseket készítő Wall street cég a kormányzati válságmenedzselésről szerzett adatok alapján már 2009-ben megállapította. Az USA kormányzata és a Federal Reserve magánkézben lévő szövetségi egybank elköltött, kölcsönadott vagy kötelezettségvállalással lekötött 12,8 ezer milliárdnyi dollárt, amely megközelíti az USA 2008-as összes GDP-jének értékét vagyis az amerikai Egyesült Államok minden polgárára csecsemőtől az aggastjánig fejenként 42.105 dollár, magyarán beszorozva mai árfolyamon, vagy 280 forinttal jut a bankok biztosítók megsegítéséből. Összesen a forgalomban lévő dollár készpénz 14 szerese. Ezt megerősíti egy volt Wall Street-i benfentes, Naomi Prince, aki ügyvezető igazgatóként dolgozott a botrányokban nagyon érintett Goldman sachs és egy nemzetközi elemzőcsoportot is vezetett Londonban. Ő leplezte le, hogy a washingtoni kormányzat több titkos támogatási programmal is segítette a pénzügyi csalások elkövetőit. A washingtoni kormányzat összesen 50 program keretében mintegy 14,4 ezer milliárd dollárnyi közpénzzel húzta ki a bajból a bajok okozóit. Ez az összeg meghaladja az USA 2008-as GDP-ét. És hogy mekkora összegekről is van szó? Szinte fölfoghatatlanok, nekünk pedig végkép. Az elmúlt két évszázad folyamán a 2007-es válság utáni bank és biztosító mentés volt minden idők legnagyobb kiadása jóval meghaladta például az Egyesült Államok második világháborús katonai költségeit, a Nyugat-Európát újjáteremtő Marshall programot, a koreai és a vietnámi háborúk költségét, az űrkotatási hivatal a NASA eddigi a kezdetektől összesített költségvetését, Roosevelt elnök New Deal gazdasági politikájának árát is. És ha nincs a kormányzattal pereskedő Bloomberg, vagy a független gondolkodású, a kormányzat sötét ügyeit firtató Bernie Sanders szenátor, akkor a világgazdaságot rengető aljasságok ki sem derülnek. Mert az amerikai csibészségek árát végső soron a világ fizeti meg, a mi munkánk, pénzünk értékelődik le. A csibészek ránk hárítják a dollár és a gazdasági pénzügyi világuralom révén. Mint a Római Klub Európai Szervezetének jelentése rámutat, az üzleti világban az öntörvényű erők ma a lobbizás politikai, vagyis legális alakját veszik fel, és ez feltűnően eredményes számukra. Idézem a tanulmányt: A vagyon hatalmat szül, a hatalom pedig olyan törvényeket, amelyek azoknak az érdekeit részesítik előnyben, akik fizetnek. Ez pedig újabb vagyont eredményez, és a ciklus addig folytatódik, amíg a mértéktelenség bukáshoz nem vezet. A jelentés alapján 2010-ben Washingtonban minden megválasztott képviselőre három magas szinten jegyzett a bankok érdekében dolgozó lobbista jutott. Sőt, miután ma gyakorlatilag minden állam súlyosan eladósodott, ez tovább erősíti a lobbisták alkupozícióit. Hillary Clinton a Wikileaks szerint a következőket mondta: Nehéz keménynek lenni a bankároddal. Így teszi hozzá a római klub elemzése: a pénzügyi szektor esetében minden rendkívül gyorsan visszatért a régi kerékvágásba. Mi több? Már 2010-ben, amidőn a világot még rengette a Wall Streetről kiinduló válság, a 25 legnagyobb Wall Streeti pénzintézményben összesen 133,5 milliárd dollárnyi bónuszt, jutalmat, prémiumot osztottak ki. Felülmúlva minden idők legnagyobb jutalomösszegét, amelyet, ez sem meglepő, éppen a válság kirobbantásának évében 2007-ben fizettek ki. A válság kirobbanásában a felelősségben érintettek közül a Goldman Sachs legfelső vezetője 12,6 millió dollár bónuszt kapott. A Citigroup 738 vezetője pedig fejenként több mint 1 millió dollárt idézi a Le Mon francia lapot a Római Klub jelentése. Joseph Stiglitz, Nobel emlékdíjas közgazdász azt írta erről a nagylelkű jutalmazásról. Azok a vállalati vezetők, akik közreműködtek a recesszió előidézésében, továbbra is hatalmas bónuszokat kapnak. A cégek néhány esetben annyira szégyelték teljesítményprémiumnak nevezni az e-féle jutalmakat, hogy úgy érezték, megtartási bónuszra kell változtatniuk az elnevezést. Még ha az egyetlen dolog, amit meg is tartottak, a rossz teljesítmény volt is. Mindazok, akik nagyszerű és pozitív innovációkkal gazdagították társadalmunkat, alamizsnát kaptak azokhoz képest, akik a globális gazdaságunkat csőcélére juttató pénzügyi innovációkért feleltek. Bernie Sanders szenátor Obama elnök szemére vetette, hogy már ő, Obama támogatta a válság miatt megroppant fogyasztói hitelezés serkentését szolgáló támogatási csomagot. Mint a szenátor leleplezi, ahelyett, hogy közvetlenül a fogyasztóknak, a hitelkártya tulajdonosoknak vagy a diákoknak nyújtott volna kölcsönt, a Fed szövetségi bank 1000 milliárd dollárt osztott ki a bankoknak és az árfolyam fedezeti alapoknak. Már több száz éve, hogy benragadtunk a hurokban. Azóta, amióta a banki adóságpénz egyeduralma létrejött. Ma százszázalékos bizonysággal megjósolhatjuk, hogy mindaddig, amíg e fizetőeszköz monokultúra fennmarad, további válságok következnek majd be. Áll a Római Klub jelentésében. A kutatók egy globális kaszinó kialakulását vázolják fel, mely kaszinó a felelőtlen spekulációval élősködőként telepszik rá a világgazdaságra, a nemzetgazdaságokra, a nemzetközi pénzügyekre, a társadalmakra, az emberiségre. És csalóka képet mutat a gazdaság valóságos teljesítményéről. A napi 4000 milliárd amerikai dollárt kitevő devizatranszakcióknak mindössze 2%-a köthető reálgazdasági folyamatokhoz. A fennmaradó 98% teljességgel spekulatív, mondja ki a Római Klub jelentése. A spekulatív ügyletek egyedüli célja a devizák vásárlásával vagy eladásával, hogy pénzt csináljanak a fizetőeszközök közötti értékváltozásokból élve a közismert farokcsóvája a kutyát kifejezéssel, képzeljük el, mi történne a kutyával a farok megmozdulásakor, amennyiben a kutya testének 98%-át a farok tenné ki, és csak 2% jutna a többi testrészre. A spekulatív devizaügyletek napi mennyisége több ezerszer nagyobb, mint a világ összes értéktősdén lebonyolított teljes napi forgalom. Egyetlen napi devizaspekuláció értéke meghaladja Németország vagy Kína egész évi gazdasági teljesítményét. És talán még ezek a számadatok is alábecsültek, mert hiszen az árfolyam fedezeti alapok egymással közvetlenül is kereskedhetnek, de azokat a tranzakciókat a felmérés nem tartalmazza. E piac nagyságának másik mérőszáma a származékos devizaügyletek névleges összege, amely a 2000. év végi megközelítőleg 100 ezer milliárd dollárról napjainkig több mint 700 ezer milliárd dollárra emelkedett. Megjegyzem éppen a deviza hitelezés alatt. A származékos devizaügyletek tehát önmagukban az egész világ éves összes GDP-ének csak nem kilenc képviselik egy példátlan méretű globális kaszinó nőtte ki magát közöttünk, szögezi le a római klub jelentése, amely keynes idézi a neves közgazdást. Amíg a vállalkozások nyugodt mederben folynak, a spekulánsok talán nem okoznak több bajt, mint a buborékok. Akkor fordul komolyra a helyzet, ha a vállalkozás válik buborékká a spekuláció örvényében ha egy ország tőkéjének a fejlődése egy játékkaszinó tevékenységének mellékterméke lesz csupán. És ha kipukkan az egyik buborék, teszem én hozzá, újabb buborékot fúj föl más téren. Ingatlan buborék, piaci buborék, fogyasztási hitel buborék, mint az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedekben, és itt nálunk a devizahitel az általa reklámozott, butan népet megőrítő, gerjesztett építési, vásárlási lázzal. Hazánkban nem is a buborék, nem a lufi pukkant ki, hanem egyenesen a lázmérő. A devizahitelesek tudnak mesélni gyötrelmeikről és számokról, jogról, törvényről a most eladósodni készülőknek. Az általuk másnak épített házról, lakásról, másnak vett járműről általuk saját költséggel, munkával, saját maguknak állított bitófákról és saját kézzel font hurokról. A mostani globális pénzügyi rendszer még ezt a költséget is áthárítja az adósra, a fogyasztóra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Long Island-től Nagyváradig, Érbogyoszlóig, Szamosáitól, Zoboraljáig, Szegedig. Várom Önöket pénteken este, magyar idő szerint fél tízkor. Rég nem látott nagyra becsült vendégemmel, sorra vesszük világügyeinket. Viszontlátásra pénteken!